Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ez egy jóslás október hónapra. Egy általános jóslás, viszont megrendelhető, mint egy személyes jóslás. Felteheted a kérdést, mi várható rád október hónapban, a díjam 3500 forint. De visszatérve erre a kirakásra, megnézzük azt általánosan, mi vár rád október hónapban. A sarokkártyáknak mindig van egy nagy jelentősége. Itt látható ez a hajó, utal a reményekre, külföldi kapcsolatokra, utazásokra. Itt ez a gyűrű lehet egy ékszer, egy ajándék, de szimbolizálja a kapcsolatokat. Itt ez a lovas hölgy utal a mozgásra, ez lehet egy utazás, lehet sport vagy autó is. És itt fent látható a kulcs, az jelenti a te magabiztonságodat, a lehetőségeket, amikor kinyílik itt egy új ajtó. Az első kártyának van még egy fontosabb jelentősége is, hiszen utal a havi témára. Visszatérve erre a hajóra, mint mondtam, utal a reményekre. Különösen, ami a szerelmi ügyeket illeti, hiszen a hajó kapcsolatban áll a szívvel, és veled, ha te egy hölgy vagy. Ez lehet egy üzenet, egy szerelmi üzenet, és mivel a hajónál külföldi kapcsolatokról van szó, ez lehet egy meghívás, vagy egy levél külföldről, amit te itt megkapsz. Amit a hajó még jelent, ezek a belső utak. Egy vallási terület, vagy spirituális dolgok. Akkor lehet ez a levél egy szerződés is, és az pénzt hoz a házhoz, hiszen a halak utalnak pénzügyi dolgokra is. Mivel itt még látható a felhő, és még valami átláthatatlan, de ez a virág azt jelenti, itt tisztázódik valami. Azon kívül várhatóak a megújulások, a változások, hiszen a felhő alatt itt vannak a gólyák, és azok jelentenek változásokat, gyakran költözést, de mivel itt a gólyák alatt itt van a horgony, és az szimbolizálja a munkát, a hivatást, sokaknál lesz ez egy munkahelyi változás. A horgony alatt megjelenik itt ez a kártya, ez a kereszt. Ez utalhat vallási témákra, a hitedre, spirituális dolgokra, de azt is jelenti, hogy most elérkezel ehhez a kereszteződéshez, elgondolkodsz azon, hogyan tovább, különösen, ami a munkádat illeti, melyik irányba. Itt fontos döntésekről lesz szó. Amit ez a kereszt még jelent, kármikus témák, egy lelki kapcsolat, és ez összeköt téged, ez a kereszt a lelki társaddal. Itt találkoztok ennél a kereszteződésnél. Amit ez a kereszt még jelent, hogy itt fontos döntések lesznek. Nem csak a munkát illetően, hanem a ti párkapcsolatotokat illetően is. Nem te fogsz itt döntéseket hozni, hiszen te elfordulsz ettől a kereszttől, hanem ő hoz döntéseket. Erre nem csak a kereszt utal, hanem itt mellette az út, illetve az utak.
amikor ő el fog gondolkozni azon, hogy milyen lépéseket tegyen itt. Milyen irányba forduljon, balra vagy jobbra, melyik ajtó nyílik ki számára. És ez kihat a munkára, hiszen ő is összefüggésben van ezzel a horgonnyal, ami szimbolizálja a munkát, a hivatást, és itt lesznek beszélgetések is, fontos döntések, és ez a döntés szerencsét hoz számára. De ezeknél a döntéseknél megjelenik itt ez a ravasz róga. Mindent jól át kell gondolnia, nem szabad elsietni a dolgokat, de azt is jelentheti, ha van egy jó lehetőség, akkor ne vaciláljon, hanem mondjon igent vagy nemet, attól függően, hogy tetszik-e neki ez az ajánlat vagy sem. Itt ez a róka utalhat hazugságokra, hamisságokra is. A róka összefüggésben áll ezzel a kígyóval. Ennek a kígyónak több jelentése is van, utalhat megújulásokra, van egy gyógyító hatás, de jelent egy nőt is. Mivel a kígyó felett itt van a horgony, ami a munkát szimbolizálja, akkor ez a kígyó lehet egy főnöknő vagy egy kolléganő is a háttérben, akiben nem bízhatsz. Mint mondtam, a kígyónak van más jelentése is, utalhat megújulásokra, van gyógyító hatás, utalhat egészségügyi témákra is, csak a kígyó jelenti ezeket a témákat, hanem a fának is megvan a gyógyító ereje. És itt látható a tisztaság, a tisztító erő, és a könyv utal a tudásra, a te bölcsességedre. És mivel a könyv itt van a fejed felett, ezek a gondolatok. Lehet, hogy már megvan ez a tudás és ez a hivatásod, vagy szeretnél még valamit tanulni ebben az irányban. Megvan nálad ez a tehetség, ez a gyógyító erő. A könyv mellett itt van a horgony, ami utal a hivatásodra, a könyv pedig a tudásodra. És itt látható ez a virágcsokor, ez lehet egy jó ajánlat, egy kellemes meglepetés, vagy utal egy kreatív tevékenységre. Amit még a horgony itt jelent, végre lehorgonyozni, és utal egy stabil párkapcsolatra, hiszen összeköt téged a lelki társaddal. Nála itt látható a virágcsokor, és ez az út, ez a sors út, ami azt jelenti, hogy ő hamarosan megajándékoz téged, itt lesz egy kellemes meglepetés és beszélgetések, hiszen a madarak a kommunikációra utalnak. Előtted itt van ez a torony. Ez jelenthet egy bírósági ügyet, mivel a torony mellett megjelenik a koporsó és a pénz, az lehet egy bírósági ügy, egy örökösödési ügy. Amit a torony még jelent, azok lehetnek hivatalos dolgok is, de ez lezáródik, hiszen a koporsó lezárja ezeket a dolgokat. Amit ez a torony még jelenthet, ha fogva érzed magadat, mert félelmeid vannak, vagy bizonytalan vagy, különösen ami a szerelmi dolgokat itt illeti, tehát át kellene tenned magadat a félelmeken, a bizonytalanságokon. Ez sikerülni fog,
hiszen itt ez a park azt jelenti, hogy a nyilvánosságon megjelensz, megvan a kisugárzásod, erre utal a nap, mások észrevesznek téged, a siker, és megkapod az elismerést. Ez a sarokkártya, a gyűrű. Ennek is van egy fontos jelentősége, mint minden sarokkártyának. A gyűrűnél kapcsolatokról van szó, és ez a nyilvánosságon. A gyűrűnek van még egy más jelentősége, és ha valami, vagy valaki visszatér újra az életedbe, és itt ez a koporsó régi kapcsolatokra utal. Tehát erre is számíthatsz. És itt van a fa, itt rendeződik valami, hiszen ennek van egy gyógyító ereje, és a csillagkép az szerencsét hoz ezeknél a kapcsolatoknál. A másik sarokkártya itt látható. Ez utal mozgásra. Ez lehet sport vagy autó is. De itt megjelenik ez a ravasz róka, és óv téged. Pontosan olyan helyzetekben, amikor fontos döntéseket hozol, hiszen itt vannak a sorsutak, és a másik út is itt látható, amikor döntésekről van szó. Ha rossz döntéseket hozol október végén, és meggondolatlanul cselekedsz, akkor előfordulhat az, hogy ez a sarló elvágja a mozgást, és akkor nem mennek előre az események. Azt is figyelembe kell venni, hogy itt vannak hamisságok a háttérben, és az jó lenne arra várni, amíg ez elmúlik, hiszen ebben segítenek az egerek. A kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ahol az egerek megjelennek, azok felfalnak mindent, és akkor az nincs ott. Az egerek segítenek ezt a hamisságot eltávolítani. Ha itt erről a nőről van szó, akkor lehet, hogy elbúcsúzik a munkahelyről, és akkor nyugalom lesz, és pontosan ebben a helyzetben, ebben az időben kell akkor döntéseket hozni, és az szerencsét hoz, mert így lesz mozgás, előre mennek az események. A másik sarokkártya itt ez a kulcs. Vedd kezedbe ezt a kulcsot. Légy magabiztos. A gyermek itt a kulcs mellett utalhat természetesen gyermekekre is, de jelent egy új kezdetet, egy új lehetőséget, amikor ezzel a kulccsal kinyílik egy új ajtó, és lesznek itt kellemes meglepetések és beszélgetések. Nem csak nálad, hanem nála is. Jelen pillanatban ő nagyon visszahúzódó, itt vannak problémák, de hamarosan ő ezt megoldja. A háta mögött itt látható ez a korbács, és az jelent olyan dolgokat, ami fájdalmas neki, mert valaki megbántotta őt. Ez a korbács hamarosan elmúlik, hiszen az egerek ezt eltávolítják. Ő már jelenleg eltekint ettől. De amit az egerek még eltávolítanak, az az erő. És ez azt jelenti, hogy ez a férfi jelenleg nagyon fáradt és kimerült. Nincs meg az élet ereje. Amit még az egerek eltávolítanak, ezek a hamis barátok. Hiszen itt látható a ravasz róka. Ez le lesz zárva, hiszen ez a sarló ezt szintén eltünteti. De lesznek új barátságok, hiszen erre utal a gyermek.
és itt kinyílik egy új kapu, lehetőségek, új kapcsolatok, ami kellemes. Ezzel a kulccsal nem csak ki lehet itt nyitni valamit, hanem le lehet zárni valamit, mint például ezeket a hamis barátságokat. És most megtekintjük a heteket. Első hét október hónapban itt látható az első sorban. Itt lesz utazás vagy külföldi kapcsolatok. Megvan a remény arra, hogy itt tisztázódjon valami. Ez a hajó utalhat belső útra is, egy spirituális területre. Itt van a csillagkép, utalhat az asztrológiára, és szintén spirituális területekre. A hold az jelenti az érzelmeket, nem csak nálad, hanem a lelki társadnál is. Ő elgondolkozik azon, mi változik az otthonában, a családban. Ez lehet egy költözködés is. Hamarosan lesz köztetek egy beszélgetés, ezekkel az újdonságokkal meg fog téged lepni. Ezek az újdonságok várnak rád, itt lesz egy jó hír, és kinyílik egy kapu, kinyílik egy új lehetőség. Ez jelentheti az ő nyitottságát is, hogy ő nyitottan beszél arról, hogy mi történik a családjában, a környezetében, és beszél érzelmekről is, hiszen a hold utal érzelmekre. Második hét október hónapban itt látható. Az anyagiak állnak a középpontban, különösen nála. Itt vannak még nehézségek, de változik valami, és ő rendezi az anyagiakat. Ami téged illet, te kapsz itt egy jó hírt, ez lehet egy szerelmes levél is. Ő nagyon kimerült és fáradt, csalódott, ami a baráti kört illeti. Bizonyos kapcsolatokat ő le fog zárni, de lesznek új kapcsolatok is, ezek barátok, ismerősök. Harmadik hét október hónapban itt látható a képen. A nap azt jelenti, kiderül az igazság. És mivel a nap kapcsolatban áll a felhővel, az azt jelenti, mindaz, ami eddig átláthatatlan volt, és nem tudtad, hogy mi pontosan ez az üzenet. Most kiderül az igazság, és kisüt a nap az életedben. Ha van egy örökösödési ügy, itt látható nálad a siker. Egy régi kapcsolat visszatér hozzád. És a csillagkép azt jelenti, hogy ezzel szerencséd lesz. A szerelem áll a középpontban, és a hivatás. Ami a munkát illeti, itt lesznek döntések, és lesz egy jó ajánlat, vagy jelentheti ez a virágcsokor, a kreatív tevékenységet is. És ami a szerelmet illeti, ha ő még nagyon zárkózott, ez lezárul, erre utal ez a koporsó. Itt lesznek fontos döntések, de gondolj át mindent, mert itt megjelenik a ravasz róka és ez a sarló. Tehát ha érzed azt, hogy még vannak hamisságok a háttérben, vagy valaki rosszat akar számodra, akkor figyeld az eseményeket, és várj ezzel a döntéssel. Mert ez szerencsét hoz neked, és előre mennek akkor az események. Ha túl korai ez a döntés, és türelmetlen vagy, és gyors döntéseket hozol, nem gondolod át a dolgokat, akkor ez a ravasz nő árthat neked. És akkor nem fognak úgy alakulni a dolgok,
ahogy szeretnéd, hiszen akkor ez a sarló elvágja ezt a mozgást. Ez fékezi az eseményeket. Ami még ezen a héten történik, hogy te elgondolkozol egy továbbképzésen, és szeretnél valamit változtatni a munkádon. Utolsó hét, október hónapban itt jelenik meg a képen. Te állsz a középpontban. Itt még fogva érzed magad, hiszen vannak korlátozások. A háttérben itt van ez a ravasz nő. A hivatalos dolgokat le fogod zárni. Hamarosan a nyilvánosságon jelensz meg, meg lesz a sikered, és megkapod az elismerést. Itt lesznek jó kapcsolatok vagy szerződések. Légy kicsit türelmes, figyelj oda mindenre, különösen, ha itt az utakról van szó, változásokról vagy döntésekről. Ha türelmes vagy, az szerencsét hoz, és így előre mennek az események. Az is lehet, hogy ezek nem a te döntéseid, hanem neki kell itt döntéseket hozni, hiszen ő van kapcsolatban az utakkal és a sors úttal, de akkor is légy türelmes, hiszen ez a ravasz nő az lehet valaki az ő környezetében. És itt vannak a problémák, különösen ami az anyagiakat illeti, hiszen itt megjelenik a pénz. És ő érezni fogja, hogy mikor van ehhez ereje ezeket a döntéseket meghozni. Tehát ne próbáld siettetni az eseményeket, mert ez a ravasz nő akkor ártani fog nektek. Légy kicsit türelmes. A döntések november elején lesznek. És én kívánok neked egy szép október hónapot, nagyon sok szeretettel, Dendera!